Minden eddiginél nagyobb mennyiségű hulladék torlódott össze a kiskörei vízlépcsőnél. A tavaszi árhullámokat követően mintegy 8000 tonna kommunális és növényi eredetű hulladék gyűlt fel. Az úszalékmező felülete eléri a 17000 négyzetmétert, vastagsága pedig helyenként a 3 métert is meghaladja. A helyzet hatékony kezelése érdekében a vízügyi, civil és vállalati oldal is összefogott. A három oldalú együttműködés a folyamatos védekezést, a kitermelt hulladék jelentős mértékű újrahasznosítását és a folyó egyre nagyobb mértékű megtisztítását tűzte ki célul. A szennyezés felszámolása előreláthatólag hónapokat vesz majd igénybe. Az árvizekkel érkező hulladék egyébként évről évre komoly problémát jelent a Tiszán. Döbbenten néztük a felvételeket itt mindketten, azt hiszem. Mind négyen. Vagy hát így van, mind négyen, és akkor mutassuk is be a vendégeinket. Nyilas Orsonya, külső kommunikációs vezetője a Coca-Cola HBC Magyarországnak, illetve Tamás Zsolt, a Petkupa verseny igazgatója, a természetfilm.hu egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok, köszöntjük Önöket. Jó reggelt. Engem most ez nagyon lesújtott. Tehát most minden kérdést kivett belőlem, komolyan, mert most aztán tényleg beszélünk, hogy most mit fogunk csinálni, milyen lesz a verseny, mennyit gyűjtenek össze, de ez kell ahhoz, hogy egyáltalán ez eltűnjön. És amikor azt mondjuk, a Judit azt mondja a felkonferálásban, hogy Romániából, Ukrajnából érkezik, akkor tőlünk megy tovább Szerbiába, meg vissza Romániába, meg Bulgáriába, a Dunán mondjuk? Bizony, így van. Tehát Ukrajnából belép, vagy Romániából a Szamoson, de lent is a Maroson, Körösökön, és utána egy része kimegy az országból. Megy a Tiszába, aztán belefolyik a Dunába, aztán megy a Fekete-tengerig gyakorlatilag. Ennek is egy Most is egy része ennek az össze, hát a Coca-Cola Foundation-nel való, és ugye a vízügy, országos vízügyi főigazgatósága, ez a hármas összefogás, amiben most próbálkozunk előrébb lépni ebben a problémában. És ennek például a pályázatunk egy része az, hogy GPS jeladóval leengedünk PET palackokat a Tiszán, és megnézzük, hogy tényleg elér-e a Fekete-tengerig, vagy még tovább ezek a palackok. Ez egy óriási ötlet. Ennek van egyébként előzménye? Tehát volt valaha hasonló ötlet, vagy hasonló megvalósítás ezzel kapcsolatban? Nem tudom, hogy volt-e ilyen megvalósítás, de minket mindig is érdekelt, hogy ugye honnan érkezik a szemét, vagyis a hulladék, PET palackok, mindenféle. Ezt tudjuk nagyjából, az, hogy hova halad, hova érkezik, azt meglátjuk, hogy az óceánokban mennyi minden van, csak nem tudjuk, hogy ezt a mi folyóink is ugyanezeket a óceános szigeteket táplálják, vagy sem. Itt ugye a kiskörei duzzasztóműnél láthattuk tényleg a megdöbbentő felvételeket. Itt egy hatalmas hulladékhegyről van szó. 17000 négyzetméter, 3 méteres vastagságban. Hogy lehet ezt eltüntetni? Önök hogy tudnak ebben segíteni? Hát leginkább ott most a vízügy kollégái dolgoznak, és napi 12 órában dolgoznak azért, hogy ez a hulladék ez egyrészt onnan kiemelésre kerüljön, ők átemelik egy úszányra, ezt biztosan lehetett látni a felvételeken is, és utána azt pedig kiviszik a partra, és ott kollégák szakszerűen szétválogatják ezt a hulladékot. Tehát úgy kell elképzelni, hogy külön válogatják az üveg, a műanyag, a fa hulladékot, úgyhogy a vízügyi főigazgatóság szerint egyébként ez így, hogy napi 12 órában dolgoznak a kollégák, körülbelül még így is októberig el fog tartani, mire ezt a hatalmas mennyiségű szemetet onnan kitermelik. Mi pedig abban fogunk nekik segíteni például holnap, hogy közel 100 kollégával oda fogunk menni a környékre, és ott kenukba fogunk szállni Zsoltékkal együtt, és a partról egyébként még a nádasban ragadt PET palackokat és egyéb hulladékokat megpróbáljuk onnan kiszedni, ezt is összegyűjteni, szakszerűen szétválogatni, és utána pedig egyébként nagyon fontos része az, hogy ez újra hasznosításra kerüljön. Önként jelentkeztek a kollégák, vagy kellett? Abszolút önként. Nem, ez most nagyon-nagyon érdekes, hogy korábban másfajta önkéntes munkát lehetett végezni a vállalaton belül, és ez most egy újdonság. A kollégák nagyon nyitottak rá, mi is szeretnénk tenni az ellen, hogy ez a hatalmas szemét ott felhalmozódott, és egyáltalán a szemléletformálással kapcsolatosan is nagyon sok minden van még, amiben tehetünk, és most hihetetlen mennyiségű kollega, vagy hát több mint 100-an jelentkeztek. Ennyi még nem volt soha. Orsolya, nagyon szépen köszönöm, hogy mondta ezt a fogalmat, hogy szemléletformálás. Én amikor ugye
nem fogom újra meg újra elmondani, de tényleg mániákosan mindenkire rászólok, aki ellottem, dobja el a cigarettáját. És a válaszok jelentős része az, hogy ez csak egy darab. De itt ezeken a felvételeken látjuk, hogy mit jelent az egy darabokból. Igen, akkor, amikor szemléletformálásról beszélünk, akkor ez hogy tud segíteni? Hiszen igen, amikor cigicsikszedő akciót csináltunk, akkor az ember gondolhatja azt is, van néhány hülye, aki egy évente egyszer összejön, aztán összeszedi helyettünk. És akkor van egy jó kis akció, és akkor dobjuk bele, majd úgyis összeszedik mások. Hát igen, itt azért a probléma összetettebb, mivel Ukrajnában ugye a hulladék gazdálkodás, hulladék elszállítással is problémák vannak, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy itt környezetszennyezésre nevelnék az ukrán, tehát az Ukrajnában nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen nincsen hova rakni, ez egy megszokás, kirakják, a víz elviszi, de egyébként vannak olyanok is, amikor Ukrajnában fizetnek azért, hogy elvigyék a szemetüket, és a vállalkozó fogja és kirakja. Bocsássa meg, pontosan ugyanez van Magyarországon az építési hulladék a sitt elszállításánál. Fizetek érte, és van, aki leteszi az erdő szélén, mert akkor nem kell helyezni, és dupla bevétele van. Itt most, ha sikerül is felszámolni ezt a hulladékszigetet, ez körülbelül mennyi idő alatt fog újra termelődni? Hát azt lehet mondani, ugye, hogy egy nagyobb árvíznél azért itt lejön több ezer tonna. Tehát most itt 8000 tonna van, tehát ez azt mondanám, hogy az elkövetkező években azért erre lehet számítani. Talán nem ennyire, mert most ugye ezért 8 hónapja nem volt nagyobb árvíz a Tiszán, tehát, vagy még több ideje. Tehát például nekünk tavalyi petkupa óta nem volt árvíz, ez volt az egyetlen árvíz azóta, és hát ugye, ha hosszú idő van, akkor sokkal jobban felhalmozódnak ezek a hulladékmennyiségek, és egy nagyobb árvíznél jobban lejönnek, ha egy kisebb árvíznél, ugye, benn marad az ártérben, ahogyan a Petkupánál is most, ahogy mi megyünk augusztusban a Felső Tiszára, ott pont arról van szó, hogy az ártérből fogjuk összeszedni. Egyébként ez hogy működik? Tehát mi figyelmeztetjük a románokat és ukránokat, hogy ne küldjétek már, a szerbek figyelmeztetnek minket, hogy ne küldjétek már, nem, a bolgárok, románokat. Ők, persze, oké, rendben van, de hogy figyeljetek oda, és mindenki egymást figyelmezteti, egyébként meg egyre több a szemét. Tehát ahogy a víz csorog lefelé, egyre több benne a szemét. Hát nem csökken most ennek a mennyisége. Igazából, hogyha Ukrajnában azért látszódik az, hogy megvan a hajlandóság kormányzati szinten arra, hogy ezt a problémát megoldják, ebben vannak már tervek, tehát hulladékfeldolgozó építésére vannak tehát hulladékfeldolgozót fognak építeni, és akkor reméljük azt, hogy ezek a hulladékok oda kerülnek be, ott fogják feldolgozni, és nem kerülnek bele a mi vizeinkbe. Remélem, hogy 10 év múlva már nem így fogunk itt ülni. Ebbe a Szeméthegybe tényleg túlzás nélkül a hűtőszekrénytől a műanyag papucsig van minden. És erről jutott eszembe, és nem tudom nem megkérdezni. Hogy hogyan birkóznak meg ezzel a problémával, ugye most minden erről szól, hogy műanyagmentes hónap. Önök, mint Coca-Cola, mit tudnak kezdeni ezzel a kérdéskörrel? Hiszen egyrészt gyártaniuk kell, teljesen érti mindenki, üvegben már nem vásárolunk. Mi lesz az út? Kutatják ezt? Azért nagyon sokféle csomagolóanyagba csomagolunk, tehát még mindig van üveges kiszerelés, van tetrapakkos, kenes, ugye az aludobozos kiszerelés, és van a PET-palackos kiszerelés. De azért azt hagyd tegyük hozzá, hogy ugye élelmiszeriparról van szó, tehát fontos, hogy amit megiszunk, az biztonságos és olyan legyen, ami a szervezetet nem bántja, és ebből a szempontból az egyik legjobb csomagolás még mindig a műanyag. Tehát, hogyha végignézzük a gyártás és a szállítás folyamatát, hogyha végignézzük, akkor ez hagy a környezetre legkevesebb hatást, tehát az ökológiai lábnyoma. Ennek a legkisebb, és ugye ez a legbiztonságosabb, és hogyha jó helyre kerülne, akkor ez újra feldolgozható lenne. Tehát be tudna kerülni abba a körforgásba, amiről ugye nagyon-nagyon sokat hallunk manapság, leginkább a műanyagok kapcsán. De azért hagyd tegyem hozzá, hogy Magyarországon még mindig nagyon-nagyon alacsony az a százalék, kb. 30%-át gyűjtjük vissza szelektíven a PET palackoknak. Hát, és ezen az oldalon kellene. Kerülne, akkor mi ezt nagyon szívesen újra feldolgoznánk, hiszen minél több újrahasznosított műanyagot szeretnénk belerakni a palackjainkba. Innen folytatjuk, majd nagyszerű a kezdeményezés, gratulálunk, egy rövid reklámmal folytatjuk. Köszönjük szépen! Köszönjük!